Mi a látás az elváltak újra házasodásával kapcsolatban? Lehet-e különbséget tenni a válást kezdeményező és elszenvedett fél között? Igen, minden válás más és más. Nyilvánvalóan valaki cserben hagytak, elhagytak, hogyha a férj lelépett egy 20 évvel fiatalabb menyecskével, ha a feleség ott hagyta a családját egy nem tudom micsodával, az egy teljesen másik helyzet, mint amikor két ember, aki megszerette egymást valaha, eljut onnan, hogy nem tudok nélküled élni odáig, vagy nem tudok veled élni. Ez egy borzalmas pálya, amit mind a ketten nagyon megszenvednek, és ez egy másik történet. Nyilván a válás a létező legrosszabb dolog, ami történhet egy kapcsolattal, ez egy kapcsolatnak a halála, ugyanolyan gyászesemény, mint hogyha egy szerettünket veszítettük volna el, hiszen egy szeretett kapcsolatot, az életünk legfontosabb szeretett kapcsolatát veszítjük el, hogyha ezt elveszítjük, és hát utána helyreállásra van szükség, tehát akár mi is történt, akárhogy is történt, ennek a dolga, ezt fel kell dolgoznunk, nagyon fontos, hogy az ember visszanyerje az úrban a státuszát, a hitét, a személyiségének az egyensúlyát, és úgy menjen bele egy jövőbe, hogy helyreállt az úrban. És én azt gondolom, hogy lehetséges a helyreállás, mi lelkészek nem szívesen beszélünk arról, hogy lehet újraházasodni, ezt egyikünk se szívesen mondja ki ezt a dolgot, de a Bibliában van ilyen, Dávid ugye szörnyű dolgot követett el, elszerette a Betsabét, gyereket csinált neki, megölette a legjobb barátját, aki egy becsületes, tisztességes ember volt, ez alá egyikünk se süllyedt még egész biztosan, és neki is volt helyreállás ebből a dologból, és Isten valahogy úgy intézte, hogy ebből a rettenetesen induló kapcsolatból származott az utód, és Salamon Dávidnak az utódja, így került a trónra, és róla kijelentette az Isten, hogy jegyidja, hogy szereti őt, ugye kifejezetten Nátán prófétán keresztül. Tehát igen, van helyreállás, igen, van élet a válás után, és igen, van lehetőség arra, hogy az ember olyan párt találjon magának, amiben új kapcsolatban tud élni. Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk, meg vagyok róla győződve, hogy minden szükségünket Isten be akarja tölteni, de nem szívesen beszélünk erről, és arra kérünk mindenkit, hogy ne hozzatok hívőként ilyen helyzetbe bennünket, hogy ilyenekről kelljen beszélni. Jól gondoljátok meg, a jó házasságnak három fontos lépése van, az egy jól kell választani, és ez az első nagyon fontos dolog. A második, hogy ápolni kell, ha megtaláltad, az becsesebb, mint az igaz gyöngy, azt se szórod a disznók elé, beteszed a trezorba, őrzöd. Ez egy becses, értékes dolog ez a kapcsolat. És a harmadik, hogy hűségesnek kell lenni, tehát bármi történik, az ember elkötelezetten, hűségesen ki kell tartson a társa mellett, és a döntése mellett, és a szövetség mellett, amit kötött, mert Isten is ilyen. És ha ennek ellenére mégis hajótörés szenved az ember, akkor nyilvánvalóan helyreállásra van szüksége, és helyreállásnak ezerféle módja van. Én nem tudok erre olyan receptet mondani, hogy ezt így kell csinálni, hanem ezt személye, esete válogatja, mindegyik más és más, és mindegyiket másképp és másképp kell helyreállítani. Ugye még az asszonyt szoktuk hozni példaképpen, akit házasságtörésen kaptak, és Jézus adott neki egy második esélyt. Annak ellenére, hogy a nő bűnt követett el, annak ellenére, hogy a törvény szerint halálbüntetés járt volna neki, Jézus azt mondta, hogy van második esély, eredj el, de többet ne vétkezzél, hogy nehogy valami rosszabb történjen vele. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogyha az ember szíve őszinte, és ezt csak Isten tudja, mert Dávid is azért tudott helyreállni, mert őszinte volt. Ugye délelőtt hallottátok, hogy Ádám hárította Évára, Éva hárította a kígyóra, Dávid nem hárította senkire, azt mondta, én vagyok az, én vétkeztem, elénekelt az 51. Zsoltárt, őszinte volt a bűnbánata, tudta, hogy Isten a töredelmes és bűnvánó szívet nem veti meg, teljesen újszövetségi módon viszonyult az Istenhez, olyan Isten képe volt, hogy még az újszövetségben is megirigyelhetjük ezt a dolgot, és Isten elfogadta a bűnbánatát, és helyreállította, következményei voltak, keményen meg kellett fizetnie érte, de volt helyreállás, és volt jövő. Kicsit hosszabb voltam. Mert? Egy mondatot. Bocsánat. Az én feleségem elvált, neki volt egy férje, nekem nem volt, és én így vettem őt el. Az, ami nagyon fontos, hogy ő... Nem.
vállás után vett. A vállóperről jött ki, amikor belebotlottam, vagy ő belém. És nagyon fontos, hogy belemenekült a feleségem ebbe a kapcsolatba, amit nagyon nem akart előtte, már velem. De gondolta, hogy ez mindig jobb, mint egyedül, és kilátástalan a helyzet egy vállás után. És sokáig nem értettem, ő hozta az összes sérelmét, az összes fájdalmát ebbe a házasságba. És hogyha te egy ilyen szakítás után, vagy vállás után, vagy esetleg sok kapcsolat, amit próbálkoztál, ez mindig sérülést okoz. Nagyon fontos, hogy ha te mész egy kapcsolatba, tudd, hogy ott is vannak sérülések, meg tudd azt, hogy benned is van egy csomó sérülés, és ezért nagyon fontos szerintem a sok beszélgetés. És ahogy én mondtam is tegnap, hogy az a véleményem, hogy amikor találkozol egy másik féle, ne azonnal a nagy őt lásd benne, hanem tanuljunk meg beszélgetni. Tanuljunk meg kommunikálni egy férfivel és egy nővel, attól mentesen, hogy most azt mondjuk, hogy ő a nagy ő. Tehát beszéljünk, és figyelj oda, mert te benned is van sérülés, bennem is van, és én ezekre nem figyeltem annak idején, és még több bántalmazást tettem rá a sérülésére. Utána aztán 10 évig szerettem egyfolytában, és szeretem ma is, de szerettem, hogy ő biztos legyen, hogy már nem jár úgy, mint ahogy járt. Mert ez egy félelem. De félelemből mész bármilyen kapcsolatban, az nem lehet jó, nem lehet megalapozott. Hanem ezekkel le kell tudni számolni, fel kell tudni dolgozni, meg kell belőle gyógyulni. Ugye mondtuk is, hogy Isten azt akarja, hogy meggyógyuljunk. És, de ilyen realitással kell belemenni egy következő kapcsolatba, hogy én is sérült vagyok, a másik is sérült, és minél több a várakozás, annál betegebb lesz a szív már és a lélek. És hogy ennek tudatában beszélgessetek. És ahogy mondtuk az előbb is, legyél őszinte. És mondd meg, hogy neked ez fájdalom volt kapcsolatban, amiben csalódtál, és ez téged kiborított, és legyél bátor meghallgatni a másikat is. Tehát nem le kell tolni a torkán, meg nem védekezni kell, meg böködni kell, meg szurkálni kell, meg kell mondani, hogy mi a baj.